A néprajzi, történelmi és helytörténeti kiállításokat egyaránt kínáló Bátor István Múzeum történetét, működését, az ott folyó közművelődési múzeumpedagógiai tevékenységet mutatta be az intézmény vezetője Sárospatakon, a Rákóczi várban. A Nemzeti Múzeumhoz tartozó gyűjtemények szélesebb körű megismertetését célzó előadássorozat tavaly indult. A múzeumi rendszer átszervezésével a Sárospataki Rákóczi Múzeum szakmai irányítása alá került több intézmény is. A gyűjtemények közötti szoros együttműködés kialakítását szolgálják az intézményeket ismertető előadások is. A Vajai és a Nyírbátori Intézmény a Sárospataki Intézmény, ez kapcsolódó tagintézmény, és mi segítjük ennek a két intézménynek a beintegrálódását a Magyar Nemzeti Múzeumba. Tulajdonképpen általunk kapcsolódik ez a két kisebb intézmény a nagy anyaintézménybe, a Magyar Nemzeti Múzeumba. Mivel a Bátor István Múzeum vezetőjének szakterülete az etnográfia, a vár elsősorban konferenciák és néprajzi kutatások terén lát együttműködési lehetőséget a nyírbátori gyűjteménnyel. Dr. Szabó Sarolta előadásán megismertette az érdeklődőkkel Nyírbátor, valamint a bátori család és a múzeum rövid történetét. Bemutatta azt, amivel az állandó kiállításaik is foglalkoznak. Az állandó kiállításunknak az a címe, hogy Nyírbátor évszázadai, és tulajdonképpen ez a 13. századtól, amikor a bátori család megjelent Nyírbátorban, követi végig a település történetét egészen a 20. század elejéig. És ezen kívül van még egy állandó kiállításunk, amelynek az a címe, hogy Határvédelem, határőrizet, ez pedig a nyírbátori határőrségnek a történetét mutatja be. A sorozat további előadásain a Magyar Nemzeti Múzeum többi tagintézményét is megismerhetik majd az érdeklődők. Sárospatakra látogatnak majd az Esztergomi Balassa Bálint Múzeum, a Vajai Vaj Ádám Múzeális Gyűjtemény, valamint a Balassa Gyarmati Palóc Múzeum munkatársai is.